Oda csukta a busz ajtajához óvodás utasát és annak dadusát az egyik menetrend szerinti kecskeméti járat sofőrje szerda reggel. A legismertebb közösségi oldalon tette közzé posztját a felháborodott édesanya. Szabó Anna Mária híradónknak elmondta, szerdán reggel történt az eset, a Széchenyi térről 9.30-kor indult a kettes járat, amely egy óvodás csoportot is szállított vissza a Széchenyi térre. A csoport két fő kivételével leszállt a megállónál, a sofőr azonban nem győződött meg arról, mindenki lejutotta a buszról. Így történhetett, hogy korábban becsukta az ajtókat, Anna Mária 5 éves kisfiát, Noelt és Dadusát pedig odacsukta. A Dadus kiabált a sofőrnek, hogy szabadítsa ki őket, közben próbálta tartani az ajtót, hogy a kisfiú feje ne sérüljön meg jobban. Így szerencsére nem történt nagyobb baj, a kis Noel fején egy duzzanat alakult ki, a dadáját pedig csak idegileg viselte meg az eset. Mint megtudtuk, a kisfiút rémálmok gyötörték az elmúlt éjjel a történtek miatt. Az édesanya egyelőre még nem tett feljelentést, levelet küldött a DAG ZRT-nek, ugyanis szeretne magyarázatot kapni a történtekre. Kerestük a társaságot az ügyben, híradónkig azonban nem kaptunk választ kérdéseinkre.